November 4-én kezdődtek és november 27-én értek véget a lakossági polgármesteri fogadóórák. Utolsóként Cirbus Gábor a Signum előadó termében és Gáspár Sándor a Munkás utcai idősek klubjában várta a lakosokat a polgármesterrel. Farkas Éva Erzsébet a következőképpen értékelte az elmúlt egy hónapot. Mondhatnám azt, hogy 10 helyszínen, de volt, amikor ugyanazon a helyszínen tartottunk fogadóórát. Képviselőtársaimmal együtt, illetve a polgármester úrral látogattuk meg a város részek lakóit, hogy elmondhassák véleményüket, javaslataikat, mi pedig beszámolhassunk arról, hogy az elmúlt időszakban a választásokat követően milyen feladatokat láttunk el a város vezetését illetően, illetve hogy megosszuk a véleményeket azzal kapcsolatosan, hogy a jövőt illetően hogyan folytassuk tovább a közös együttműködést a város lakóival. Többször hangsúlyoztam, és ki szeretném most is hangsúlyozni, hogy az együttműködésnek ez a személyes találkozás nagyon fontos része, még akkor is, hogyha egyes városrészi lakossági fórumokon 50-60 fő vesz részt. A lakossági fórumokkal kapcsolatosan a tapasztalatom az, hogy igénylik a makóiak ezt a személyes találkozást, mind a mellett, hogy a médiában, a sajtó, illetve a televízió fórumain keresztül találkozhatunk a makói polgárokkal, mégis a személyes találkozás, a négy szem közti beszélgetések valahogy talán közelebb hozzák a városlakókat az új város vezetéséhez. Az én személyem is ilyen nyitott jellegű személyiség vagyok, hogyha lehet így mondani, és ezt a továbbiakban is szeretném a város életében megvalósítani. A polgármester asszony még hozzátette, a jövőben folytatódik a lakosokkal való szoros kapcsolattartás. A társadalmiasítás úgy gondolom, hogy az egyik alapvető feladatom is lesz, mint az önkormányzat vezetőjének, a képviselőtestület vezetőjének. Éppen a tegnapi napon alakult meg az a konzultációs testület, makói konzultációs testület, amely fórum jelleggel próbálja bevonni a város életében lévő olyan közösségeknek a prominens személyeit, akik fontosak lehetnek a város életének a folytatásában.